Szeretettel köszöntöm a stúdióban Dobos János régi ismerősünket, aki idejének találta most, hogy újra eljön hozzánk, mivel egy kiadványt, egy frissített kiadványt szeretne megmutatni nekünk, aminek hiperaktivitás, figyelemzavar a címe, illetve arról szól, hogy pszichiátriai betegségekről van ez szó. Most elsősorban a gyerekek oldaláról közelítjük meg, hiszen most nem sokára és nem régiben, bocsánat, indult az iskola, tehát nagyon sok szülőnél, családnál, iskolában újra felmerül a kérdés, hogy ez a srác, akit állandóan kérdezget és izeg mozog, beteg, vagy mit kellene csinálni vele, hogy jó útra térítsük. Azt most hagyjuk, hogy az Amerikai Pszichiátriai Társaság valamikor a múlt század vége felé megszavazta, hogy egy betegségről van szó. Azóta már több tanulmány született, ami hitelt érdemlően cáfolta ezt az állítást, tehát nincsenek olyan elváltozások az agyban, sem máshol, amik ezt betegségként definiálhatóvá tennék. Ennek ellenére gyógyszerezik a gyerekek többségét, akiket így diagnosztizálnak, szerencsétleneket, pedig nem is kellene. Most nem akarom elsorolni, mi van ebben a tanulmányban leírva, de azért az ön szájából szeretném hallani, hogy létezik-e ilyen, hogy hiperaktivitás, figyelemhiányos gyerek nevű betegség? Hát egyből lényegre törő kérdés, és azt hiszem, hogy talán megfogja az egész problémának a gyökerét. Ugye nehéz lenne azt mondani, hogy nincsenek olyan gyerekek, akikkel van gond az iskolában, hiszen láttunk ilyet. Vagy nem tud odafigyelni, vagy nem tud tanulni, vagy a magatartásával van probléma. Tehát önmagában a jelenség nyilvánvalóan létező dolog. A probléma ott kezdődik, meglátásunk szerint, hogy ezt a jelenséget elnevezték egy betegségnek, egy pszichiátriai rendellenességnek. És ahogy azt említette korábban, ugye ez egy gyakorlatilag egy szavazással létrehozott betegség volt, ami azt jelentette, hogy amerikai pszichiátereknek egy bizottsága többségi készfeltartásos szavazással döntött arról, 1987-ben, hogy ez a rendellenesség bekerüljön a mentális zavaroknak a diagnosztikai kézikönyvébe. És hát ez önmagában ugye már az embernek gyanakvásra adhat okot, hiszen milyen betegség az, amit többségi szavazással hoznak volt létre. De volt például, hogy szavaztak egy betegségre, például a daganat az egy betegség, és akkor azt mondták, igen? A normál orvoslásban tudomásom szerint nincs ilyen. Ahhoz, hogy valamit betegségnek tartsanak, az nagyon komoly vizsgálatok kellenek, bizonyítékok, tudományos adatok, és akkor ez alapján eldől, hogy az-e, vagy nem az, nem vélemény kérdése. A pszichiátriában viszont ez rendszeresen előforduló dolog, sőt, majdnem azt mondhatnám, hogy azoknak a dolgoknak a többsége, ami benne szerepel a diagnosztikai kézikönyvben, azok így jöttek létre, többé-kevésbé szubjektív alapon, többségi szavazással vagy hasonló döntéssel kerültek bele, és ennek megvan a maga oka, hogy miért van így. Az alapvető ok az, hogy amíg egy testi betegség esetén, ugye nagyjából föltérképezhető az, hogy mi a normális állapota mondjuk egy szervnek vagy valamelyik testrésznek, ehhez képest meg lehet határozni, hogy mi az, ami már kórosan eltér ettől. Ezeknek a úgynevezett pszichiátriai zavaroknak az esetében ilyen nincsen. Ugye általában, ha például hiperaktivitás... Tehát a szubjektivitás, ugye? Igen, így van. Tehát ezért van az, hogy szavazgatnak róla. Na de hát, hogyha hát lehet szavazgatni, de hát akkor azt ne hívjuk orvoslásnak, vagy ne hívjuk tudományos diagnózisnak. És hát a hiperaktivitás esetében konkrétan, ugye ott is gyakorlatilag arról van szó, hogy nincs egy megfogható testi elváltozás, amire azt lehetne mondani, hogy na ez, ha ilyen értékek között van, akkor normális, hogyha ettől eltér, akkor pedig már kóros, tehát hívjuk betegségnek. Az igaz, hogy nagyon sok erőfeszítés történt az elmúlt évtizedekben, sőt, talán a 20. század közepétől kezdve, hogy kimutassanak valamilyen elváltozást a gyerekeknél, azoknál, akiknek valamilyen figyelemzavara van, vagy hiperaktivitásosak, vagy hasonló problémáik vannak. De ezek a próbálkozások rendre kudarcot vallottak, annak ellenére, hogy bizonyos időnként felmerül a tudományos szakirodalomban is, vagy a nyilvánosság előtt is, hogy most új tanulmányt végeztek, új vizsgálat született, ami most végre bebizonyította, hogy ott van a gyermekeknél az az agyi elváltozás. Ilyen időnként történik. De mindről kiderül előbb-utóbb, és előbb-utóbb kiderül, hogy nem, és ugye alaptalan. Viszont jó pénz van benne, nem? Tehát sokan, ez milliárdos piacot jelent, mármint a következő gyógyszerezés, ugye a gyógyszergyárak számára, akik valljuk be, elég nagy befolyással rendelkeznek ahhoz, hogy bizonyos kutatóknál is sikerorientált tevékenységet involváljanak, ha szabad így fogalmazni.
Tehát ugorjunk egy picit a dolog végére, tehát ugye az ADHD betegség, mert arról beszélünk, kitalálója is azt mondta a élete vége felé, hogy hát ez egy kamu. Igen, ez egy... Úgyhogy mi kell ennél nagyobb cáfolat? Ő mondjuk ebből nyilván pénzt is szerzett magának egy keveset, de most maradjunk a gyakorlati talajnál, ugye, az, hogy egy gyerek ráfogják, hogy hiperaktív, ne adj Isten pszichiáterhez kerül, ne adj Isten gyógyszert is kap erre a betegségre. Hogyan lehet ezt megelőzni, vagy elébe menni ennek a dolognak, és más pályára terelni, mert az, hogy túlmozgásos gyerekek vannak, annak csak örülni kellene, vagy hogy túlságosan érdeklődő gyerekek, de nyilván ez fárasztja a felnőtteket, ilyenkor viszik pszichiáterhez a csemetét. Igen, igen. Mit lehet ilyenkor tenni, vagy mit tudnak a szülők mondjuk tenni, ha ilyen helyzetbe kerülnek? Azt gondolom, hogy a megelőzésnek a legfontosabb eleme az az, hogy az ember tisztában legyen a legalapvetőbb információkkal ebben a témában. Nevezetesen azzal, hogy itt valójában nem egy orvosi értelemben vett betegségről van szó, illetve nem árt, ha az ember tudja azt is, ahogyan épp az imént említette, hogy mekkora lobby tevékenység áll azért az egész dolog mögött. Nyilvánvalóan egy pszichiátriai rendellenességet az gyógyszerezni lehet, és hát azért ez egy elég komoly marketing gépezetet és gyógyszeripari gépezetet működtet, nem csak a hiperaktivitás esetében, hanem számos más hasonló, úgymond mentális elváltozás esetében is. A legfontosabbnak tehát azt gondolom, hogy az ember tudja, hogy mi is zajlik a háttérben, és onnantól kezdve pedig az ember esetleg szívesebben utána jár a mögöttes okoknak, mert mindig a kérdés az, hogy ha van egy gyermek, aki úgymond hiperaktív, akkor mi az, ami nála ezeket a tüneteket kiváltja? Egyetlen gyerek sem úgy születik, hogy már születésekor hiperaktív, hiszen nem is látszik rajta. Ez valahol kialakul, valahol elkezdődik. És ezeknek az állapotoknak mindig van valami oka, mindennek van valami oka. Most ebben a kiadványban számos ötletet, hogy úgy mondjam, találtam arra, hogy mi lehet ez a kiváltó. Ez lehet egy testi elváltozás például, amire nem figyelnek eléggé, vagy talán észre sem veszik, de lehet egészen más oka is, ami kényelmetlenséget okoz akár a csecsemőnek is például, és akkor már a bölcsőjét is arrébb viszi a szobába, annyira mozog, és hogy is mondjam, próbál szabadulni valamit, amit ő se tudja, hogy micsoda. Tehát erre hogyan lehet figyelni, vagy hogyan lehet ezt kideríteni, hogy mi okozhat egy ilyen hiperaktív magatartást? Azt gondolom, hogy ugye a kényelmes megoldás az, hogy a gyermeket címkézzük fel valamivel, hogy ő hiperaktív, és aztán küldjük el egy gyerekpszichiáterhez, aki majd felír neki valamit. Ennél egy kicsit több utánajárás, több energiát, több időt, odafigyelést igényel az, hogy kezdjük el kinyomozni, hogy mi állhat a háttérben. Az említett példa, ahol például a csecsemők túlizgágák voltak, ott ugye az egy kifejezetten egy példa ebben a kiadványban arra, hogy már csecsemőkorban is lehetnek olyan testi problémák, testi betegségek, amik olyasfajta irritáltságot okoznak a gyermeknél, hogy ez lehet egy allergia is, ugye? Tehát ez igen. Bármi. És nem szabad alábecsülni a testi problémák által kiváltott mentális kényelmetlenségeknek a mértékét, mert nagyon-nagyon sok esetben lehet ilyen. Gyermekeknél különösképpen sokféle oka lehet. Hogyha a gyerek allergiás valamire, hogyha ételérzékenysége van, gluténérzékeny, laktózérzékeny, akármi, ha a gyerek teleszi magát cukorral, hát tudjuk, hogy fel tudnak pörögni egészen, ki tudnak vetkőzni önmagukból. Mérgezések, bármi olyasmi testi elváltozás, amit lehet, hogy a gyermek sem tudja, nem érzékeli, hogy az attól van, de egész egyszerűen felpörög tőle, izgága lesz, nyughatatlan lesz, irritált lesz, és ez úgy fog jelentkezni a gyakorlatban, hogy nem bír megülni a helyén, nem tud odafigyelni, bosszantja a környezetét, stb. Tehát az, hogy a gyermeknél ha ilyen eset van, először is végezni egy nagyon-nagyon alapos testi kivizsgálást, megnézni minden ilyen lehetséges dolgot, az egy alapvető dolog lenne. Az kellene legyen az első. Nincs a gyermek testével valami, ami azt okozza, hogy nyughatatlan a gyerek. Ez lenne az első dolog. Tehát nem lesz szedájuk, hogy ja, akkor megnyugodott, jó van, meggyógyult, hanem megkeressük az okot, mert ha nem szed gyógyszert, akkor újra ugyanaz lesz, amit... Így van, és erre számos elején. Példát láttunk már, szülőktől nagyon sok beszámolót kaptunk már, pontosan ezzel kapcsolatban beadja a gyermekének a gyógyszert, mert az iskolában meggyőzték arról, hogy ezt neki szednie kell, és akkor olyanokat írnak a szülők, hogy a gyereke ilyen zombiszerű állapotba kerül, kitágul a pupillája, csak ül, néz maga elé,
mintha nem is ő lenne, sőt, ilyet Elmegy az még gyermek. étvágya, ugye például. Igen, ugye az amfetamin szedéstől az embernek elmegy az étvágya, felborul a gyermeknek az alvás ébren létciklusa, nagyon sokféle megnyilvánulás lehet, ahogyan egy utcai drognak, egy amfetaminnak, egy serkentőszernek is megvannak ezek a hatásai, tekintve, hogy ez a szer, amit a gyermekeknek adnak, ez is egy ilyen szer. Olvastam ebben a kiadványban szintén, hogy van egy csapda helyzet is, mert az amfetamin jellegű szerek ugye átmenetileg növelhetik a koncentráló képességét, és könnyebben tanul a gyerek, hát egyetemisták is szednek ilyen készítményeket, viszont azt el is felejti hamar, amit ilyen állapotban tanult. Tehát látszólag javul az állapota, de épp ezben a probléma, hogy csak látszólag, és közben pedig romlik. Igen. Az, hogy az amfetaminok fokozzák mesterségesen a koncentráló képességet, ez egy tudott dolog. Ez kémiailag, biológiailag ismert mechanizmus. Ez viszont nem jelent egy valódi képességnövekedést. Ez nem azt jelenti, hogy a gyermek jobban képes a tanulásra. Ez egy kémiai kontroll az elméje fölött, és gyakorlatilag attól ő nem lesz gazdagabb attól a tudástól, amit ő egy ilyen kémiailag befolyásolt állapotban szed magára. Még ha akkor úgy is néz ki, hogy koncentráltabb a figyelme. Ez egy droghatás, semmi egyéb, ettől a gyermek nem lesz jobb képességű. Most ugorjuk egy kontinenssel arrébb, jó, Amerikába. Ugye ott elég gyakori, mostanában is hallunk róla, de korábban is már szinte minden évben akár több eset is előfordult, hogy gyerekek például elkezdtek lövöldözni az iskolában, és nagy részükről kiderült utólag, hogy vagy szedtek ilyen pszichiátriai segédanyagot, amit nekik fölírt az orvos, vagy pedig éppen megvonták tőlük, és akkor szakadt el a cérna, úgymond. Erre azt mondta egy amerikai szakértő, ugye, hogy 50 éve is voltak fegyverek, 50 éve is voltak gyerekek, 50 éve is ugyanaz volt a helyzet, de nem lövöldöztek, most viszont lövöldöznek. Az lett a különbség, hogy viszont gyógyszert szednek. Így van. Ez egy nagyon komoly és nagyon súlyos vitákat kiváltó kérdés az egész világon, tudományos körökben és társadalmi körökben egyaránt, hogy vajon ezek a mára már szinte hétköznapivá vált iskolai lövöldözések és hasonló erőszakos cselekmények vajon nem éppen ezeknek a szereknek a mellékhatásai miatt alakult ki. Ugyanis az ilyen esetek többségében azt találták, főként azoknál az eseteknél, ahol egyáltalán nyilvánosságra került az, hogy az elkövető mit szedett, mert nagyon sokszor nem is hozzák nyilvánosságra, de ezekben az esetekben mindig kiderült, hogy egy olyan tudatmódosító szert szedett a gyermek, amelyiknél tudott, hogy kiválthat erőszakos viselkedést és megzavart gondolkodást, halucinációkat, agresszivitást. És ez annyira sok párhuzam van ezekben az esetekben, hogy ezt egész egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni. Egyébként ez nem csak a hiperaktivitás és hasonló gyermekkori problémák esetében van így, számos felnőttkori szer is kiválthatja ezeket, és nagyon sok ilyen pszichiátriai szernek a gyógyszer leíratában, ami az orvosok számára elkészített teljes körű hivatalos tájékoztató, ott van benne feketén-fehéren az, hogy a szer kiválthat öngyilkos gondolatokat, vagy agresszív viselkedést. Ez egyáltalán semmiféle összeesküvés elmélet nincs benne, ha az ember fölmegy az Országos Gyógyszerészeti Intézet weboldalára, és lekéri ezeknek a szereknek a teljes orvosi tájékoztatóját, ott van benne, rengeteg ilyet kigyűjtöttünk már. Hát egy-egy ilyen szer, én úgy olvastam ebben a kiadványban szintén, hogy annyi mellékhatással rendelkezik, hogy még az is a mellékhatás, ami miatt szedik, egyrészt, másrészt pedig hát itt a vérnyomás ingadozástól kezdve a szívritmus zavarig annyi minden föl van sorolva, hogy hipohondereknek nem is ajánlom, hogy elolvassák, mert nem élik túl. Igen, valóban, ha az ember végigolvas egy ilyet, akkor néha oldalszámra vannak benne a mellékhatások. Ugye ez egy nagyon érdekes jelenség, mert gyakorlatilag ez egy kicsit ilyen mesterséges csoportosítás, hiszen a dolog úgy néz ki, hogy van egy kémiai anyag, amit beadnak egy embernek. Az ugye egy idegen anyag a szervezetben, az ki fog váltani különböző dolgokat, különböző reakciókat a szervezetből. Ezt is, azt is, amazt is. Mondjuk, hogy ez a szer, hogyha sokáig vizsgálják, úgy találják, hogy kivált 300 különböző változást a szervezetben. Ebből mondjuk van egy vagy kettő, amire azt mondják, hogy ez kedvezőnek ítéljük, mert mondjuk csökkenti azt a hajlamát az embernek, hogy törjön, zúzzon, vagy csak mondtam valamit, mert letompul tőle, igen. És akkor azt az egyet-kettőt elnevezik a szer hatásának, az összes többit pedig elnevezik mellékhatásnak. Ez borzasztó hangzik. Hát igen, de hát gondoljunk bele logikusan, hát tényleg ez hát a helyzet. Csak így lehet, viszont valamennyien Isten kezében vagyunk. Ugye most nem beszélve arról, ugye, hogy Amerikában szintén nem ritka, hogy utcai dolgként forgalmazzák azok a gyerekek, akiknek fölírnak ilyen gyógyszert, eladják egyszerűen. Nem akarom mondani, hogy minden átszivárog Magyarországra, de hát
az ördög nem alszik, azért karikás a szeme. Így van, önmagában a jelenség az, hogy hiperaktivitás, hogy ezt gyógyszerezzük, ez is tulajdonképpen Amerikából jött át Európába, és így Magyarországra is, tehát abszolút van összefüggés. Ezért is kell odafigyelnünk erre, és kicsit józan észre gondolkodni, nem csak elfogadni vakon bármit, ami jön. Bármilyen tudományos magyarázatban van is öltöztetve, mert hát aztán a mi gyermekeink láthatják a kárát. Most van ilyen a katasztrófa védőknél, hogy bár a világon történik egy természeti katasztrófa, akkor már mennek is. És ez nagyon dicséretes dolog. Tehát reflexszerűen beugrik, hogy na, akkor megyünk segíteni, mert itt nagy a baj. Van-e ilyen reflex önökben is, hogyha mondjuk megkéselnek egy tanárnő Győrben, vagy valami egyéb kirívó eset történik, vagy csak megvernek, összeverekednek gyerekek, vagy megverik a tanárukat, ugye minősített eset, hogy rögtön mennek és adatokat gyűjtenek, hogy nehogy pszichiátriai szerek álljanak a háttérre, vagy ha igen, akkor ebből tanuljunk. Az a helyzet, hogy Magyarországon sokkal szigorúbbak az erre vonatkozó szabályok, hogy milyen adathoz lehet hozzáférni, GDPR. Vagy mi az, ami igen, a GDPR mondjuk így. Ez korábban is így volt, a GDPR előtt is sokkal szigorúbbak voltak az erre vonatkozó szabályok, mint mondjuk az Egyesült Államokban, ahol ha egy ilyen eset történik, ott van egyfajta társadalmi elvárás is azzal kapcsolatban, hogy az adatok megismerhetőek legyenek, és ott általában sokkal több minden kiderül, mint nálunk. Ugye, hogyha nálunk történik egy hasonló eset, akkor az, hogy az illetőnek milyen egészségügyi ellátása volt, milyen gyógyszereket szedett, ezek a személyes adatoknak a körébe tartoznak. Tehát ez nem kerülhetett még nyilvánosságra. Ettől van, hogy kiderül még, hogy mondjuk a szülők, a rokonok adnak interjút a valamelyik újságnak, és akkor elmondják, hogy ezt vagy azt szedte. Tehát kiderülhet. De sajnos mi nem mehetünk úgy utána, hogy majd mi itt kiderítjük, mert olyan adatokról van szó, amihez külsősként nem férhetünk hozzá, ha csak nincs meghatalmazásunk a családtól vagy az érintettektől, ami ha megtörténik, akkor nyilván könnyebb a dolog. Most hová fordulhatnak azok, elsősorban önökhöz gondolom, akik bajba kerülnek, és vagy jogi, vagy egyéb segítséget kérnek, mondjuk a gyámhatósággal fenyegetik őket, hogy rájuk küldik, vagy elviszik a gyereküket, mert nem lehet bírni vele. Tehát viszonylag normális gyerekről van szó, és egészen, vagy föl kéne deríteni ugye a kiváltókokat, vagy pedig másképpen kéne viszonyulni hozzá, akár a szülőnek is több élményt, közös élményt gyűjteni, vagy valamilyen módon kideríteni, vagy lecsillapítani, vagy ha tetszik, akárhogy is nevezhetjük. Tehát, hogy önök miben tudnak segíteni? A mi elsődleges feladatunk ebben a témakörben elsősorban a felvilágosítás. Mi ugye egy emberjogi szervezet vagyunk, tehát nem foglalkozunk azzal, hogy mi kezelést nyújtsunk, vagy közvetítőként működjünk közre egészségügyi szakemberek felé. Bár volt már rá példa, hogy ajánlottunk azért orvos, de azért nem ez a fő tevékenységünk, hanem az, hogy informáljuk az embereket. Ezért is készült el ez a kiadvány, amelyet bemutatott az előbb. Ez hosszú munkának, a gyűjtő munkának az eredménye. Egyébként letöltető a honlapjukról. Igen, talán majd érdemes ezt elmondani, hogy honnan. Tehát elsősorban mi azt igyekszünk elérni, hogy azok, akik érintettek, nevezetesen a szülők, pedagógusok, rokonok, családtagok, esetleg az iskolában a megfelelő szakemberek tudjanak arról, hogy mi is van a háttérben, és tudják, hogy ha ilyen helyzet adódik, akkor merre induljanak, merre keressék a megoldást, mert ugye ennek egy külön fejezetet szenteltünk ebben a kiadványban, hogy mik azok a megoldási lehetőségek, amiket első körben meg lehet nézni egy ilyen helyzetben, mik azok, amiket a szülő megnézhet, megvizsgálhat, hova vigye a gyereket, stb. Tehát alapvetően ez. Nem bánnám egyébként, hogyha lenne egy olyan hálózat orvosokból vagy más szakemberekből, akik... Pont ezt akartam, hogy nem vagyok egy országos tanácsadó hálózatra, vagy valamilyen szervezetre, amelyik helyben tudnák kezelni a problémákat. Érdemes lenne, ugye, hogyha az ember azért egy országos hálózatot szervezne, az lehet, hogy egy kicsit már szembe menne a hivatalos hálózattal, ami hát okot adhatna konfliktusokra, azért ez nem feltétlenül kenyerünk. De magunk részéről, ha megkeresnek minket egy konkrétummal, igyekszünk abban az adott esetben segíteni, amiben tudunk, akár azzal, hogy keresünk valakit, aki segíteni tud, szakember, de hát egyediek az esetek. Most én kicsit, hogy is mondjam, intimpistáskodok, vagy leleplezem a dolgokat. Tudom, hogy egy roadshow keretében szokták ezeket a dolgokat népszerűsíteni. Mennyire fogékonyak mondjuk a városi televíziók arra, hogy ezekkel a gondolatokkal foglalkozzanak, vagy egyáltalán önöket tudják fogadni a témában? Igen, hát a roadshow az tulajdonképpen azt akarja,
hogy mi igyekszünk rendszeresen ugye informálni a nagy közönséget és megjelenni a nyilvánosság előtt, hogy segítsünk ezzel is az embereknek, és kifejezetten szoktunk szervezni olyan utakat, ahol ugye meglátogatunk több városnak is tévécsatornáit, és beszélgetünk erről a témáról. Hál' Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy a városi televíziók, vagy a megyei televíziók kifejezetten vevőek és jó szándékúak ilyen szempontból is, és szeretik a közérdekű témákat elővenni. Nem, mintha nagyobb tévéknél nem lenne ez, de hát ott azért ugye egész más a műsor struktúra. A keveset szerepel. Igen, ott ritkábban jelenik nem a fér meg. Nem fér abba a stílusba, vagy? Hát az országos stílusra. Hát én hallgatnék ilyet, mint egy politikus, néha elnézést, hogy akar kudvarolni. Igen, értem. Valójában az országos médiumokba akkor szoktunk bekerülni az országos tévékbe, hogyha valami konkrétum van, mondjuk egy konkrét eset történet van, akár egy ilyen gyilkosság jellegű, vagy hasonló, ami ugye megmozgatja az egész közvéleményt, és akkor keresnek embereket, szakértőket, akiket megszólaltathatnak, és ilyenkor gyakran megkeresnek minket is, hogy mondjuk el a legfontosabb adatokat. De ez már nem igazán a megelőzés része, hát ez már utókezelésnek. Igen, ez már egy kicsit a hírkeltés, vagy a felhajtáskeltés része a dolognak. Mindazonáltal lehetőséget teremt arra, hogy az ember elmondja a legfontosabb infókat, szóval azért, ha van rá mód, akkor persze ezt is igyekszünk használni. Dobos János, köszönöm szépen, hogy eljött a stúdióba, remélem találkozunk még. Én is remélem, ha esetleg arról lehet szó, hogy a weboldalnak a címét elmondjuk, ahol... Ki is fogjuk írni, persze, jó, de akkor mondjuk el. Jó, a weboldalunk címe www.emberijogok.hu, és ott nem csak ez a kiadvány tölthető le a hiperaktivitásról, hanem nagyon sok más olyan anyag, ami kapcsolódik. Például az a film is, ami itt ment egy darab mögöttünk, még meg nem állt. Ez is megtekinthető, igen, és néhány másik hasonló témájú dokumentumfilm szintén. Így van. Jellegű film. Köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm.